Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus ezt felelte: sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánulnak rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. E szavak után földre köpött, sarat csinált nyállal, a sarat a vak szemeire kente, és így szólt hozzá: menj, mosakodj meg a Sílőe tavában. Sílőe annyit jelent, mint küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: nem ez az, aki itt ült és koldult? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig: nem, csak hasonlít rá. Ő azonban kijelentette: én vagyok az. Erre megkérdezték: hogyan nyíltak meg a szemeid? Ő azt felelte: az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente bele szemeimet, és azt mondta: menj el a Sílőe tóhoz, és mosakodj meg. El is mentem, megmosdottam, és most látok. Ekkor megkérdezték tőle: hol van az az ember? Ő azt felelte: nem tudom. Erre az embert, akit nemrég még vak volt, oda vitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: sarat tett a szememre, én megmozdottam, és most látok. A farizeusok közül egyesek megjegyezték: nem Istentől való az az ember, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások azonban így szóltak: bűnös ember hogyan tudna ilyen csodát tenni? És szakadást támadt közöttük. Azután újból faggatni kezdték a vakot: te mit gondolsz arról, aki megnyitotta a szemedet? Ő azt felelte, hogy próféta. A zsidók ekkor már nem hitték el neki, hogy ő vak volt és újra lát, olyannyira, hogy előhívatták szüleit és megkérdezték tőlük: ez a ti fiatok, akiről azt állítják, hogy vakon született? Hogyan lehet, hogy most lát? Azok ezt válaszolták: azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most miért lát, vagy kinyitotta meg a szemeit, nem tudjuk. Kérdezzétek meg tőle magától, hisz megvan a kora, hogy magáról beszéljen. A szülők azért mondták ezt, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis ekkor már elhatározták, hogy aki Jézust messiásnak meri vallani, azt kizárják a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, hogy megvan a kora, kérdezzétek meg őt. Másodszor is hívták tehát a vakon született embert, és figyelmeztették: dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Ő így felelt: hogy bűnöse vagy sem, azt nem tudom. Egyet tudok, hogy vak voltam, és most látok. Erre ismét megkérdezték: mit csinált veled? Hogyan gyógyította meg a szemedet? Ő ezt felelte: miért akarjátok újra hallani? Csak nem ti is a tanítványai akartok lenni? Erre megátkozták, és azt mondták: te magad vagy az ő tanítványa. Mi Mózes tanítványai vagyunk, azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de hogy ez honnét jött, azt nem tudjuk. Az ember azonban azt felelte nekik: éppen az a különös, hogy ti nem tudjátok, honnan van ő, és ő mégis megnyitotta a szemeimet. Jól tudjuk, hogy a bűnösöket nem hallgatja meg az Isten. De aki istenfélő és teljesít Isten akaratát, azt meghallgatja. Amióta a világ sohasem lehetett hallani, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született szemeit. Ha ő nem Istentől való, nem tehetett volna semmit. A zsidók ezt felelték neki: te oktatsz minket, aki mindenestül bűnben születtél? És kitaszították őt. Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: hiszel-e az ember fiában? Ő így válaszolt: ki az, Uram, hogy higgyek benne?
Jézus ezt felelte, látod őt, aki veled beszél, ő az. Mire az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborult előtte. Azután Jézus ezt mondta, ítélkezni jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, megvakuljanak. Meghallott ezt néhány körülött álló farizeus, és megkérdezte, csak nem vagyunk mi is vakok? Jézus így felelt, ha vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért megmarad bűnötök. Ezek az evangélium per evangelika. Krisztusban testvéreim, ebben a történetben mindenki lelepleződik. Vagyis a felszínre kerül az, amiről még maga se tudott, hogy mi van a szívében. Ezért mondja a mírunk, hogy én vagyok a világ világossága. Testvéreim, sok vallás alapító, sok igazságot fedezett fel, de a teljes igazságot senki. Egyedül Jézus a világ világossága, aki minden embert megvilágosít, illetve aki elbújik előle, a sötétségben marad. Testvérek, hol bukott el a farizeusok egy csoportja? Nem az egész, mert szakadást támadt közöttük. Hol buktak el? Hiszen elhatározták, hogy aki Jézust Messiásnak vallja, kizárják a zsinagógába. Azért ilyen hosszú ez a procedúra, mert ez már előrevetíti Jézus ítéletét és kivégzését. Ez Jézus kivégzésének arra való hajlamnak az egyik pontja. Igen. De testvérek, hol csúsztak el ezek a farizeusok, akik ma Jézust meggyilkolását akarják? Mi volt ennek az oka? Testvérek, azért kell ezt megtudni, mert itt lesz érvényes ránk az evangélium. Szóval az evangéliumot nem szabad felületesen olvasni. Bele kell gondolni. Ez néha fáradtság. Nagyon nagy fáradtság. És testvérek, van egyfajta lustaság, amiért kárhozat jár. Sokszor elmondtam, viccesen, hogy megjegyezzétek, nem egy keresztény életében egyszer annyi értelmi energiát nem fordít az evangéliumra, hogy megértse, mint egy új konyhai gép kezelésének leírására. Hát itt tartunk. Hetekig kell gyötrődni. Nem engedlek el, Uram, míg meg nem áldasz, ahogy Jákob küszködött az Isten angyalával. Mit akar ez mondani itt és ma? Mert ezek érvényes történetek. Ezek nem csak egyszer történtek meg. Mi volt a szakadás oka? Az egyik párt a farizeusok közül egy elvet, a szombatot az ember fölé helyezték. Ebben rettenetes elcsúszás van. Most persze vallási mázban, de vallási máz nélkül is ezt megtesszük ma. Tehát ott van az elcsúszás, hogy szombat van, szombaton nem szabad dolgozni, ez a Jézus sarat csinált, tehát dolgozott, nem Istentől való. Persze az Úr Jézus azért leleplező őket, mert azt mondja, amikor a szamaratok a kútba esik, azért akkor kihúzzátok, ugye? Tehát itt nem az ember számít, hanem egy elv. Na most ez az. Amikor valami fontosabb lesz valakinél, ez az emberre vonatkozó tévedésük. A szombatra vonatkozó tévedés, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy a szombat az emberért van. Nem az ember van a szombatért. Hát igen. Hogy együtt legyen az Istennel. Ezért Jézus szombaton is tesz csodákat. Igazából itt is van egy elcsúszás, hogy Jézus tulajdonképpen nem gyógyít, hanem csodát tesz. A csodát pedig Isten teszi. És Isten sem működhet szombaton? Nem menthet meg egy elszáradt kezű ember? Nem nyithatja meg a vaknak a szemét? Testvérek,
ma ideértünk az evangélium mélyére. A mai világban is az ember nem számít. Sem a magzat, sem az öreg, de a fiatal se, akit megrontanak. Elvek számítanak. Most kapott, hála Istennek, elismerést Szakó Gábor, ő is földim, Kossuth díjat, egy nagy katolikus gondolkodó. És ő már régen megfogalmazta, hogy elérkeztünk a gazdaságkorba. Gazdaságkor. És ennek a kornak a parancsa, add meg a császárnak, ami az Istené. Kérdezi a riporter, ön szerint gazdaságkor alapvetően különbözik más koroktól? Ugyanis bedeszkázta az eget, tudatosan szakított Istennel, egy Krisztus gyűlölő korban élünk. Kifejteni ezt bővebben? Ezt mondja. Az áldozat irányának megfordítása teremtette gazdaságkor kapitalista, szocialista és egyéb változatait. Tehát az áldozat irányának a megváltoztatása, hogy szeretetből másokért élek. Most fordítva, Krisztus vérét visszaváltoztatni, borrá is kimérni a kocsmából. Ebből ered a valóság leváltása a szórakoztatóipar által. A művészet felszámolása, az utóbbi évtizedek izmusainak már semmi közük a szépséghez. Az értéktelenségi törvény, minél értékesebb egy munka, annál rosszabbul fizetik. Nem fizetik meg az orvosokat, nem igaz. A tanárokat se fizetik meg. Nehogy azt hidd. A papokat se, nem is kell a pénzük. Minél értékesebb munkát végez valaki, annál kevesebb a fizetése, a semmi túlhatalma is így tovább. Az antikrisztusi gazdaságkorban az abszurditás lesz a legelfogadottabb valóság. A dolgok, a fogalmak önmaguk ellentétébe fordulnak, egész más jelentenek. Az erények nevetségessé válnak, a bűnök érdemekké és léttechnikákká, az ölésből a hazugságon és a paráznaságon át a kapzsiságig. Gazdaságkort nem az olyan első hatások veszélyeztetik igazán, mint a terroristák. Végzetüket önmagába hordja, mert a teremtés ellen önszabályozó rendszer, melynek létezője az igazsága, szépség és a jóság, és mindezek alapja a szeretet, nem pedig a félelem és a sóvárgás, a verseny, a viszály, a mohóság, a gőg, a hazugság és a gyűlölet, nem a pokol. Testvérek, ez egy nagy leleplezés. Ma nem az ember a fontos. Az Európai Parlamentben se az a fontos, nem igaz. Az abortusz meg van engedve. Az eutanáziát meg fogják szavazni. Nem az ember a fontos, hanem az, hogy egyesek jobban éljenek, jobban tobzódjanak, milliárdosok legyenek. Ezt most már ki kell mondani. Igen. És természetesen minden abszolutisztikus országban ez volt. Hitlernek nem számított az ember, és mentek utána, mint az őrültek. Stalinnak nem számított az ember, ezért a kommunisták vedlettek át legelőször, hogy hívják, hitleristává, illetve a hitleristát vedlettek át kommunistává, most pedig kapitalistává. Nehogy valaki azt mondja, hogy a Balázs atya politizált, ez nem politika, ez erkölcstelenség. A politika a szent dolog. A poliszért, a városért élek. Ez a politika. És vannak, akik szentül csinálják. Adenauer meg a többiek egész maig. És a keresztény legyen benne. Testvérek, a lényeg, hogy a szombat, mint elv. Tehát nem számít az, hogy egy vak most lát. Megszegte a szombatot. Érted? Most ez mindegy, hogy egy vallási köntösbe van. Ez a mai korról szól. És ez a mai kor, ez éppen olyan, mint a farizeusoknak ez a csoportja. Ez mindig gyilkos irányzat. Nagyon fél attól, amikor a valamit abszolutizálják. Akárcsak ilyen, hogy a szépség.
hogy karcsú legyen. Ez abszolút. Beteg, anorexiás, őrült lesz. Magába hordja a büntetését. Minden. Valami. A szexuális gyönyör, az valami, az Isten találta ki. De amikor nem szeretetből adják egymásnak a szent házasságba, hanem ezt kiveszi a valami, a valami a valaki helyett. Egész héten gondold végig, monomániákusan, nézz körül, ahol a valami fölé kerül a valaki helyett, ott a sátán van. Figyeld meg, az állat is valami, amikor az ember Istent imádja és igazán hívja, akkor megbecsüli a környezetét. Egy kapitalista kor, egy szocialista kor használta így ki a természetet, és vannak védett virágok és védett állatok. Mikor lesz az ember védetté nyilvánítva? Nagyon világosan kell látni, és most már kinyitni nem csak a szemünket, a szánkat is. Ennyit legalább megért ez az újfajta szabadság. Mindenütt, ahol dolgozol, kórház, iskola, takarítsz valahol, minden, építőiparba, vasárnap dolgoztatják őket. Amikor valami számít, és nem valaki, nem úgy újonganának, hogy Isten a szombati nyugalmát is ő törte, meg az Isten cselekedett. Az örökkévaló nem nyugszik, hanem szüntelenül dolgozik az emberért. Az embernek van előírva a pihenés. A szombat az emberért van. Testvérek, nyilván, hogy a kereszténységet is ez megkísértette, ebből ki kellett nőni. Amikor valami volt fontos, nem a másik ember, csak hogy akkor a keresztény a saját hite ellen cselekedett. Ezek az izmusok pedig, a kapitalizmus, a kommunizmus, a szocializmus, ezekben az izmusokban sose az ember volt a fontos. Az ő kódexükben hazug módon ott van az ember, de tudják, hogy nem azért működik. Íme, ez a sötétségnek a leleplezése. És szakadást támadt közöttük. A farizeusok egy része a szentül élt. Azok értették meg Krisztust. Elgondolkodtak, hogy bűnös ember nem tehet ilyen csodát. Itt Isten lépett be. És a nép, a népnek vannak jogos kérdései, mint ahogyan a farizeusoknak is, hogy ugyanez a személy. Hát hogyan gyógyultál meg? Hol van az az ember? De a lényeges kérdéseket, a leglényegesebbeket rábízzák a hatalmasokra. Oda viszik a farizeusokhoz. Kedves testvérem, a leglényegesebb kérdést nem bízhatod a hatóságokra. Azok nem dönthetik el, hogy megvan-e engedve a gyilkosság. Nem dönthetik el. A te lelkiismereted az Európai Parlament fölött áll. Ne add ki ezt albérletbe a hatóságnak, hogy majd ők eldöntik. Ez a nép ezt tette. Miért? Félelemből. Féltek az előjáróiktól. A nép egy része lelkiismeretének ítéletét alávetette a közhatalomba erősebbé váló pártnak. Így bemoskolódott a nép egy része. Ezek majd hangosak lesznek, amikor Jézus terében összegyűjtik őket, hogy feszítsd meg őt. A szülők tipikus példája a nép ezen megfélemlített részének, jellegtelen figurák, gyalázatos a viselkedésük. Saját magukat annyira féltik, hogy kiderül, hogy a fiúk élete sem számít nekik. Csak önző önmaguk. Milyen megdöbbentő, hogy leírja a Szovjetunióban filozófiai tanszék vezető Tatjana Goricseva, hogy amikor ő megtért, és a szülei tudomásul vették, és ő ima összejövetelekre ortodox papnál meggyónt egy életet, és olyan boldog lett, azt mondja, hogy ez egy új világ. Ettől csak a KGB jelentkezett náluk. Mindig ugyanaz a történet, mindig ugyanaz. Tánya látogatód van, kicsoda, Boris.
felemelem a fejemet, és igyekszem felismerni. Ki az, aki az előszobában áll? Egy hatalmas, fekete alak. Amikor látja, hogy nagy figyelemmel szemlélem, megkísérli, hogy elrejtőzik a sötétben. Átvillan az agyam, hogy talán moszkvai barátaim egyike érkezett meg, de a valóságot a következő gondolat talált el, a KGB, az államvédelmi hatóság. Igen. Milyen jogon áll ön ott? Nagy idegezettel felmutatja a piros könyvecskét. Gyerünk, Tatjana Mihajlova, ne bonyolítsuk tovább a dolgot, lent vár az autó. Mindezt úgy suttogja, hogy szüleim ne értsék. Sehova nem megyek önnel. Leülök az íróasztalomhoz, és hozzákezdek Karl Rahner Grundkurs című könyvének olvasásához. Mikor szüleim felfogják, miről van szó, nekem támadnak. Mi mindent hallgathattam végig. Menj hát, amíg szépen mondják, különben még szégyent hozol ránk a szomszédok előtt. Mindenki apácának tart. Évekig tanultál, és teljesen hiába. Így háborúg mama, szegény napközben, hogy elmegyek itthon, eldugja ikonjaimat, hogy a szomszédok meg se lássák. Esténként pedig csak sóhajtodik, és nem tud elaludni, miközben én imádkozom a fürdőszobába, ahol szüleim előre elrejtőzek. Készek volnának engem bármelyik rablóbandának kiszolgáltatni, mondom magamba. A KGB minden bandák legszégyentelenebbje. Szüleim fel alá szalárgadnak a lakásba, nem tudják, mit tegyenek, hogyan hassanak rám. Ez alatt Boris az előszobába szerényen egyik lábára, másikra áll, most őt veszik célba. Foglaljon egy kicsit helyet, nem kér egy teát, láthatja, milyen bolond ez a lány. Anyám, aki nagyon szégyenkezik miattam, suttogva magyarázza neki, három nyelven beszél, elvégez az egyetemet, filozófiát, megkapta jelölést az aspirantúrára, de akkor nem lépett be a pártba, így mást választottak. Képzelj, csak liftkezelőként dolgozik. Boris okosan válaszol, ez az ő dolga. Meglepő szituáció, a KGB morális védőnek mutatkozik. Testvérem, nem ez ment 40 éven keresztül? Mindenki gyónja meg, ha kettős nevelést adott. Gyalázatos volt. Tudjuk, hogy bizonyos családokban nem volt kettős nevelés. Nem volt megtiltva a templomba járás. Hanem egyesek félelemből, meg a pénzért, meg hogy ki ne legyen szolgáltatva, elárulta a fiának az örök életét. És most kapkod. Még nem késő. Megtérhet. Imádkozhat. Testvéreim, nem bújhatunk a mögé, hogy mi kicsi, szürke, hétköznapi emberek vagyunk. Nem. Rajtunk múlik minden. A meggyógyított vak Jézus felé sodródik. Érdekes azért, hogy aki egyszer az Úr Jézussal találkozik, akit az Úr Jézus meggyógyít, lelkileg is, azt a rossz események is feléje viszik. Most, hogyha nem hallgatták volna őt ki, ha nem jön ez a cirkusz körülötte, hát az nem is keresi talán az Úr Jézus, hogy megköszönje. De most egyre jobban tudatosodik, hogy hát mi történt velem? És hát nagyon okosan érvel a farizeusokkal. Azt mondjátok, hogy bűnös ember, én nem tudom, hogy bűnös. De a bűnös embert nem hallgatja meg az Isten. Erre a Mózesre hivatkoznak, az szólt hozzá az Isten. Ez meg nem tudjuk honnan jött, azt mondja, épp az a dolgotok, hogy tudjátok, mert ti vagytok ott a poszton, ti őrzitek a vallás kincseit. Ez a szégyen, hogy nem tudjátok. És vállalja azt is, kirúgják, kitaszítják a zsinagógából, és Jézussal találkozik. Hiszel az ember fiába? Ki az, hogy higgyek? Én vagyok. És az apostolok megkérdezték, hogy ki vétkezett, ez vagy a szülei, és azt mondja, hogy se ez sem a szülei. Tehát azért az, hogy valaki nyomoréknak születik, stb. Nem közvetlenül a bűn. Egy nagy titok. Ismétlem, amit múlt vasárnap predikáltam Pesten. Nem tudjuk megérteni minden nyomorúságát a Földnek. Nem is az Isten hibás. Nem is közvetlenül a bűn. De a viszályát majd látjuk a dicsőséges föltámadásban. Ezt az oldalát nem látjuk. Bízni kell az Istenben. Minden esetre Isten tettei megnyilvánuljanak rajta. Milyen tettei? Hát
Hát egyet tett csak Jézus, nem többes számba, meggyógyította a szemét, nem. Visszaadta neki, megadta neki a hitet, amely örök életet ad. Ezek az Isten tettei. A gyógyítás, anélkül, hogy Jézusba vetett hitet megkapta volna, még él 10-20 évet, aztán úgyis becsukódik a szeme, és örökké vak lesz, mert eltemetik. De megnyílt az a belső szeme, arra, aki egyszer azt mondta, én vagyok a föltámadás és az élet. Ő most már tovább lát, mint amivel a testi szemünkkel látunk. Most látja, hogy értelme van az életnek. Hogy íme valaki megjelent egyetlen a történelemben. És még melléje, de miatta csak a szent hívei, egyetlen a történelemben, aki igazán az emberért jött. Érted és értem. Amen.